terméket. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg. Szálljon arra országodból, isteni tetszésed. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, november 18-a van, ezen a napon ünnepli egyházunk a Szent Péter és Szent Pál bazilikák fölszentelését. Az erről a napról, emléknapról mondott misét elhunyt Erzsébet és Gusztáv lelküdvért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szíveket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmez! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Úrunk Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostol vezetésével védelmezed egyházadat, hogy azok pártfogásával növekedjék az idők végezetéig hitben és szeretetben, akik először hirdették neki evangéliumodat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Makkabeusok első könyvéből. Nagy Sándor macedón király utódai közül származott egy gonosz sarjadék, Antiochus Epiphanes. Ez Rómában is élt, mint Túsz. Majd a görög uralom 132. esztendejében királlyá lett. Ebben az esztendőben a választott nép között támadt néhány gonosz lelkű ember is. Ezek aztán felbújtogattak sokakat. Szövetkezzünk a szomszéd pogány népekkel, hiszen azóta szakadt ránk ez a tengernyi baj, mióta elkülönítettük tőlük magunkat. Észszerűnek látszott ez az érvelés, és néhányan a király elé járultak. Ez azután meg is engedte nekik, hogy a pogány szokások szerint éljenek. Erre a pogányok módjára testgyakorló iskolát építettek Jeruzsálemben. Szégyelték a választott nép szertartásait, a szövetségtől elszakadtak, és eltüntették annak jelét, a körülmetélkedést. A pogányokhoz csatlakoztak, eladták magukat, hogy gonosz cselekedjenek. Ugyancsak ez időtájt Antiochus írásban rendelte el, mégpedig az egész birodalom lakóinak, hogy minden nép egyé legyen és hagyja el a saját törvényeit. Alkalmazkodott is minden nemzet Antiochus rendeléséhez. A választott népből is sokan hajlottak szavára, kiszolgálták őt, bálványoknak áldoztak, és nem tartották szentnek már a szombatot. A 145. esztendőben Antiochus király undok bálványokat emelt az Isten oltárán. Júda minden városa körös körül követte ezt a példát. A házak bejáratánál meg a tereken tömjén égett szüntelen. Isten szent könyvét összetépték, és tűzben elégették.
Azokat pedig, akiknél az Úr szövetségének könyvéből találtak, vagy akik megtartották az Úr törvényét, a király rendelete értelmében megölték. Mégis akadtak az Isten népe közül számosan, akik eltökélték magukban, hogy inkább meghalnak, de nem esznek tisztátalant. Tisztán megőrzik és nem szegik meg az Úr törvényeit. Ezért aztán sokat megöltek közülük, az Isten büntetése akkor oly súlyosan nehezedett népünkre. Ez az Isten igéje. Kecséletre engem utam, hogy parancsaidat megtartsam. Kecséletre engem Uram, hogy parancsaidat megtartsam. Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényeidet félredobták. Hiába vonnak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem. Kecséletre engem, Uram, hogy parancsaidat megtartsam. Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtartsam. Túl közel vannak már állnak üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Kecséletre engem, Uram, hogy parancsaidat megtartsam. Alleluja! Alleluja, 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 alleluja. Én vagyok a világ világossága, mondja az Úr, aki engem követ, övé lesz az élet világossága. Alleluja. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jeruzsálembe menet, Jézus Jerikó városához közeledett, egy vakkollus ült az út szélén. Amint ezt meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történt. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, csitították, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus ekkor megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak könyörgött, Uram, hogy lássak! Jézus így szólt hozzá, láss, hited meggyógyított téged. Azonnal visszanyerte látását, dicsőítette Istent és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Uram Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, könyörülj rajtam bűnösön. Ez a mondat, ami ima, ugye a Jézus imádságnak egy kicsit hosszabb változata,
ennek a legegyszerűbb vagy legrövidebb változata, a névnek, a szent névnek az ismétlése. Jézus, Jézus Krisztus nevének az ismétlése tulajdonképpen már belekapcsolódik a Jézus imának a hagyományába, és hogy mit jelent a névnek a segítségül hívása, azt nagyon szépen elmondja nekünk ennek a vak koldusnak a története. Itt látjuk az előképét a Jézus imádságnak, illetve itt látjuk Jézus neve tiszteletének az előképét. A római egyházban, a nyugati egyházban is nagyon fontossá válik Jézus nevének a tisztelete. Ott találjuk Jézus nevének a litániáját is a liturgikus szokásaink, hagyományaink között. Ebben a névben összpontosul minden. Ez a név, ami megváltásunknak a titka, megváltásunknak a reménye. Jézus, aki Krisztus, Jézus, aki a megváltó, aki a messiás, aki eljön, föltámadt a halálból, meghalt, föltámadt a halálból, és ezzel a föltámadással mindenki számára elhozza az örök életet. Ugye az az új Ádám, aki olyan emberként élt a Földön, aki teljes mértékben az Atya akaratát teljesítette, aki számunkra példa, minta emberként, és aki ugyanakkor rendelkezik avval az isteni erővel, avval a teljes isteni erővel, amellyel életnek és halálnak az ura. Tehát ez a név, képesek vagyunk kimondani, mégsem vagyunk képesek birtokolni, rámutat a mi személyes életünk problémáinak a megoldására, a kulcsra, amely életünknek a zárát nyitja, csukja. Ezt jelenti számunkra a név, illetve talán egy picit szabad elgondolkozni arról, hogy ez az imádság, ennek a vak koldusnak az imájaként egy ilyen szüntelen vagy sokszor elmondott imádság. Az első tesszaloniki levélben ugye arról olvasunk, arról értesít minket Szent Pál, azt üzeni nekünk, hogy szüntelenül imádkozzunk, szüntelenül imádkozzatok, mondja ő. És ennek az imádságnak ő adja egy műfaját, adja egy változatát nekünk, ő a hálaadást említi, amely ne múljon el az ajkainkról, szüntelenül adjatok hálát. Tehát a szüntelen imádság összefoglaló, összekapcsolódik a hálaadással. Jézus Krisztusnak a nevében is benne van a hálaadás, tulajdonképpen az eukarisztia, az ajándék, amellyel az Atya megajándékoz minket, és amely ajándék, nem akármilyen ajándék, olyan ajándék, amely saját akarata által is ajándékozni akarja magát nekünk. Jézus Krisztus saját akarata folytán is ajándékozni akarja magát nekünk. Ez valami egészen különleges, ez valami egészen megrendítő, ez valami egészen nagyszerű. Jézus Krisztusnak a neve az számunkra az lakás, egy ház, amelyben együtt élünk az Istennel. Ez egy olyan kap számunkra, amelyen, hogyha belépünk, akkor Istennel lehetünk együtt. Az egyházban együtt vagyunk az Istennel. Ha egyházban élünk az Istennel, akkor bármikor hozzámehetünk. Bármikor kérhetjük őt, bármikor találkozhatunk vele. Talán ez a találkozás szabad hangsúlyosnak lenni az életünkben. És ebből a találkozásból annyi minden ered és annyi minden adódik. És hogy ez a találkozás valóban szüntelen legyen, el nem múló, mindig meglévő és örök. Aranyszavú Szent János olyan szépen és olyan
olyan hétköznapi módon írja, vagy hétköznapiassággal írja, és ezzel együtt a legnagyobb szentséggel írja. Talán szabad inkább úgy fogalmazni, hogy a hétköznapok felé lévő legnagyobb megértéssel írja azt, hogy hát imádkozni mindig lehet, és imádkozni szabad szüntelenül. Akkor is, amikor elmész a piacra, akkor is, amikor sétálsz, akkor is, amikor a boltba vagy, akkor is, amikor eladsz, és akkor is, amikor veszel. Ez milyen el kell, hogy gondolkoztasson minket a Szentnek ez a szava. Tehát nincs olyan pillanat az életünkben, amikor ne tudnánk imádkozni. Sokszor végig elmélkedhettük már együtt is, és talán külön-külön is, hogy az imádsághoz harc. Tehát a szüntelen imádság is harc. Ebből a harcból nekünk nem szabad hátrálni, vagy nem szabad kivonulni. Itt nem szabad feladni az állásokat. Ez harc. Szüntelen harc. Éjjel-nappali, mindig folytatódó harc. Harc egészen az örökké valóságig. Az örökké valóságért. Nem olyan régen olvastam Bartolomeus pátriárkának az egyik levelét, amelyben éppen inti az átkozhegyi szerzeteseket, egész pontosan az egyik monostort, illetve annak az előjáróját, és tulajdonképpen a levélből nem sok minden derül ki, mert olyan szép és nagy körmondatok vannak benne, de annyira szép és annyira megindító az, amikor a Szenthegynek, illetve tehát a kereszténységnek is, és ebben mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ebben mi is társai vagyunk a keleti testvéreknek. Tehát ő azt írja, hogy hát nem szabad hagyni azt, hogy ez az állandó küzdelem, ez az állandó harc, ez semlegesítődjön. Hogy a lúghoz sav, vagy a savhoz lúg kerüljön, és egy ilyen semleges valamiben feloldódjon. Krisztus egyházának igenis van egy előjele, amit nem lehet lefaragni, vagy nem lehet semmivé tenni, nem lehet egy korrektúra festékkel lefesteni. Tehát ez az előjel, ez a Krisztusra mutató jel, ez mindig meg kell, hogy maradjon. És bizony-bizony ebben ott van a kitartás, ebben ott van a szüntelenség. Ebben a szüntelenségben Jézus, Jézusnak a neve kerül elő. Egyetlen név. Ugye a te nevedben csodát tettek. Ekkora ereje van a te nevednek. Hogyha ezt a nevet az én életemben is használom, a szó legnemesebb értelmében természetesen nem valami technikáról van szó, vagy nem egyszerűen egy csupasz eszközről, ásóról vagy kalapácsról, ennél sokkal többről van szó, de mégis, hogyha használom, maradjunk ennél a szónál, akkor mindaz a végtelen gazdagság, aminek a megismerésére meghív Isten, de aminek a végtelensége mindig megmarad, erre mi meghívottak vagyunk akkor. Hát használjuk ezt a szent nevet, és ennek a névnek a használatához valóban a szüntelen harc kapcsolódik az életünkben. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és az örök üdvösségre használjuk. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Kérünk téged, hallgass
Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg elhunyt testvéreinknek, Erzsébetnek és Gusztávnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük, Krisztus a mi Urunk által. Áldott vagyunk mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott vagyunk Áldott vagy Urunk mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott vagy Urunk Istenem. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fölajánljuk neked Istenünk, hódolatunk adományait, és kérünk add kegyelmedet, hogy Szent Péter és Szent Pál tanításával kapott igazságot sértetlenül megőrizzük szívünkben. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus a mi Urunk által. Mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fönn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennynek országáról minden népnek. És ezért az angyalok egész seregével együtt, most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, János és Ferenc segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Péterrel és Szent Pál apostollal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten páránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd meg Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Énekeljük el a 118. éneket. Krisztus teste és szent vére, angyaloknak ítelve, elevene van itt jelen. Thank you.
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus oltvére, ifess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, mennyei kenyérrel tápláltad népedet, add, hogy örvendezzünk Szent Péter és Szent Pál apostoloknak, akiknek oltalma alá helyezted egy házat kormányzását, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletekben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Imádkozzunk a pálos rend szándékára, édes magyar hazánkért, oltalmad alá futunk. Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden korom dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Énekeljük el a 189. éneknek az első két versszakát. Nyújts ki mennyből, ó szent anyám, kedvel, meg ne utáld ínségében, ívelten. Mária, 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 szűz anya, oltalom ne Isten után, csak thank you.